küzdünk valamiért, valami szent dologért, más teszünk boldoggá magunkért. Először született meg a dal, és utána fejeztünk a dalra. Az Esélytelenek nyugalmával gyakorlatilag, semmiféle stressz nélkül, semmiféle elvárás nélkül. Úgyhogy nem is gondoltuk úgy sokáig, hogy ez összejöhet, úgyhogy nagy meglepetés volt számunkra, hogy itt lehetünk. De egyébként örülünk nagyon. Persze. Szilveszterkor a pezsgő durranás közepette jöttem, hogy 2020, és akkor dal 2020, és hogy most ez már tényleg itt van, és hogy ez aktuális, úgyhogy egy kicsit még tényleg nehéz felfogni, hogy ez megtörtént velünk, de most már egyre jobban bele folyunk ennek az egésznek a folyamatába. Ez egy kicsit ilyen melankólikusabb hangvételű dal, kicsikét lassabb, de talán emiatt is érzem azt, hogy közelebb áll hozzám. Én szeretem ezeket a jellegű dalokat, úgyhogy én nagyon szeretem, igen. Igen, ez egy őszinte líra minden szempontból. Egy fájdalmat mond el, amit talán nagyon sokan átélhettek, úgyhogy lehet, hogy emiatt is sokan bele tudják majd képzelni magukat a dalnak a mondani valójába. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen csak pozitívum lesz ez a sztori. Nekem nem fog fájni,